Feketén füstöl a kémény, beindult a fűtés ebben a házban. Nagyon sokan döntöttek úgy tavaly ősszel, hogy az emelkedő energiaárak miatt kandallót vagy cserépkályhát is beszereltetnek otthonukba. Leskovics Zoltán a területi tűzmegelőzési bizottság ügyvezetője 35 perc című műsorunkban azt mondta, minden esetben érdemes szakember segítségét kérni a telepítéshez. Olyan tüzelőfűtőberendezés vagy hőtermelőberendezést vásárolunk, amely szabványos, tehát ellenőrzött körülmények között volt kialakítva, tervezve, és mindig figyelünk arra, hogy szakember üzemeltesse ezt be. Nem elhanyagolható részlet, tehát fontos, hogy szakember által történjen a beüzemelés. Amikor megtörtént a beüzemelés, időszakosan ezeket a készüléket ellenőriztetni, felővizsgáltatni kell. Ezeket az ellenőrzéseket, felülvizsgálatokat mindig szakember végezze el minden egyes készülékhez van egy ajánlás, hogy milyen időszakonként szélszerű ezt az ellenőrzést elvégeztetni. Ezekre ügyeljünk oda. Most télvíz idején nem biztos, hogy kapunk szakembert felülvizsgálatra. Törekedjünk mindig fűtési szezon előtt. Jó részt a nyár derekán már rendelkezésre állnak a szakemberek. Ki fognak menni, meg fogják vizsgálni és kiadnak írásos Véleményt annak arról, hogy felülvizsgálat megtörtént. Érdemes még emellett ilyen szénmonoxid jelző műszert is vásárolni, amely képes jelezni, ha ez a mérges gáz megjelenik zárt térben. A szénmonoxid mérgezés ugyanis akár halálos is lehet. A keletkező tünetek nagyon hasonlatosak más betegség vagy sérülés tüneteihez. Tehát fáradékonyság, szédülés, hányinger, ez, ez más betegség tünete is lehet. De gyanakodjunk, és ha ezeket vesszük észre, akár önmagunkon, akár e, szeretteinken, vagy az ott tartózkodó embereken, akkor tegyünk lépéseket, tehát nyissunk nyilás, zárót, ajtót, ablakot, hagyjuk el a helyiséget, hívjuk a 112-es segélyhívót, e, adott esetben pedig zárjuk el a készüléket. Ön is előfordult, igaz, azért csendes gyilkos ez, mert lehet, hogy már akkor veszük észre, amikor már fizikailag nem képesek reagálni erre pontosan egy csendes gyilkos, de én akár alattomos gyilkosnak is mondhatnám, hiszen szemmel nem érzékelhető, szaglással szintén nem tudjuk megalapítani, hogy ott van a légtérben is íztelen, tehát nem is tudjuk, hogy milyen íze van. Tehát szintelen, szaktalan, íztelen gázról beszélünk, nem fogja tudni az emberi érzékszerv ezt kimutatni, ez erre való a érzékel, érzékkel, akit detektálja a gáz jelenlétét. Szabol Bereg vármegyében 2022-ben 72 esetben riasztották a tűzoltókat szénmonoxid miatt, 20 több esetben, mint 2021-ben. A szénmonoxid érzékelő terjedésének köszönhetően egyébként 58%-kal csökkent a mérgezések száma.